Kezdjük a ma reggelt méghozzá oktatással, hiszen három magyarországi egyetem is jelentőset lépett előre a Times Higher Education World University Rankings világranglistáján, és akárcsak tavaly idén is 11 magyar egyetem helyezéssel zárta az évet. Még két új egyetem belépésével már négy intézmény van megfigyelő státuszban. Szinte minden mérőszámban emelkedést mutatnak az intézményeik. Ebben a témában kérdezi mai első vendégét, Fábián Barna, jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönöm, Varga Bajusz Veronika, az első vendégünk, a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért felelős államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi alapján vizsgálódik ilyenkor az a szervezet, mely minősíti az intézményeket? Utána tekintettem, 115 ország 2092 felsőoktatási intézményét rangsorolta. Csak hogy el tudjuk helyezni, hogy hol is állunk. Így van. A Times Higher Education az egyik legátfogóbb rangsor fajta, hogy így fogalmazzak. Azt látni kell, hogy különféle oktatási, kutatási, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó, tudástranszerre vonatkozó mérőszámok olyan összesen 18 féle kategória teljesítménymérési szempontrendszere van, és akkor ezek közül alakul ki aztán az eredmény, amit láthatunk, ami továbbra is nagyon szép és egyre elemelkedőbb a magyar egyetem szempontjából. Tehát mikor a kutatást vizsgálják, teszem fel, nézik azt, hogy hány publikáció volt, hány féle kutatásban vettek részt, esetleg nemzetközi összefogásban menj, tehát ez a szépen sorra végig ment. Így van, valamennyi ilyen jellegű tevékenységet vizsgálnak, citációkat, milyen minőségű publikációkról volt szó, milyen közös kutatásokban vesznek részt, milyen nemzetközi kutatási kapcsolataik vannak, tehát valamennyi ilyen szempontot vizsgálnak. Na, és akkor most elemezzük az eredményeket, tessék parancsol. Igen, nagy eredménynek tartjuk, hogy egyrészt a Semmelweis Egyetem ugye továbbra is a több 1%-osba tartozik, a 250-300 közötti helyezésével, de három egyetemünk viszont szépet lépett előre, mind a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egy kategóriával előbbre került, mind a Pannon Egyetem, és hát az Óbudai Egyetem pedig két kategóriával, most már 600-800 közötti eredménnyel zárt, és ezek mind nagyon örvendetes előrelépések. A vidéki egyetemek szerepét is ezért említsük meg, mert kimagasló eredményt értek el. Hát látom, hogy gyakorlatilag hét egyetem is előrébb sorolódott, úgy de csúnyán fogalmazta, az a kedvezőbb helyre került, ez így jobb. Ez így jobb. A vidéki egyetemeken azt látjuk már a felvételi eredmények kapcsán is, hogy egyre népszerűbbek, egyre erősebbek, egyre jobban teljesítenek. Különösen az új struktúrában, azzal a modellváltással, amivel azért tudnak élni, hiszen egy térségükért felelősséget vállaló egyetemek lettek, amelyek együttműködnek az adott térséggel, az adott térség gazdasági, társadalmi szereplőivel, olyan munkakapcsolatokat tudnak, ami a hallgatóknak karrier évet ad, és a nemzetközi térben is egyre erősebben mozognak. A Debreceni Egyetemnek van például a legmagasabb számú külföldi hallgatója. Hát, hogy úgy kilőttek ezek a vidéki egyetemeink, és ezt nagyon örömmel nézzük. Mit profitál egy ilyen kiváló helyezés sorból a magyar felsőoktatás, az adott képzőintézmény egyetem, és hát nyilván a hallgatók? Maga az egyetemnek mindenképpen fontos, hogy versenyképes egyetemmé válnak, tehát a nemzetközi szintéren azért a felsőoktatásban elég erős a nemzetközi verseny, és ez jelzi a versenyképességüket. A magyar egyetemek átlag fölött, a világszínvonal átlagához fölötti teljesítményt hoztak például a rangsornál, tehát nagyobb ütemben haladtak a mérőszámokkal, mint a világátlag, úgyhogy ez így mindenképpen az ő minőségüket, az ő teljesítményüket jelzi, hogy mennyire erősek, és ez aztán segíti őket mind a kutatási kapcsolataikban, a nemzetközi szintéren való részvételükben, és hát a hallgatóvonzó képességüket is abszolút erősíti. Gondolom ez egy, hogy választ az ember, nyilván felsőoktatási intézményt idehaza, mert én csak arról tudok beszélni, hogy én hogy választottam annak idején, hát nyilván lakhelyhez közel legyen, ez fontos szempont, bár most már az ember mobilis lett, nem? Hanem, hogy hova jelenkeznek a legtöbben, mert az biztos nagyon jó. És gondolom egy ilyen kiváló helyezés, rangsor, ami a magyar felsőoktatási intézményeket illeti, azért ez mágnesként vonzhatja, de nem csak a magyar fiatalokat országhatáron belül, hanem talán kívülről is.
Így van, azt látjuk, hogy egyre erősebb, most már több mint 43 ezer külföldi hallgatója van a magyar egyetemeknek, úgyhogy külföldi szempontból is egyre jelentősebbek, illetve egyre többen jönnek ide, illetve szeretnének részt venni a magyar képzésekben. Ez mindenképpen az erősödést jelzi. A magyar hallgatók abszolút azt látjuk, hogy nézik egyébként az erősségét, hogy melyik egyetem milyen erős, illetve nyilván attól is függ, hogy milyen képzésre akar menni, azon belül úgy válogatják ki a rangsoraikat, de azt látjuk, hogy ezek számítanak azért. Mi állhat a háttérben? Ami igazán nagy változás volt, ugye az egyetemek átalakítása, az egyetem önállóságának növekedése, ez ugye megállapítható. Nyilvánvaló az összefüggés, mert ez most történt, és most történt ez a nagy ugrás is. Így van, 5 éve 7 egyetemünk szerepelt a ranglistákon, ugye mostanra 11 és 4 megfigyelői státusz, de mi is azt látjuk, hogy az a versenyképességi modell, amit versenyképességi fordulat, ami létrejött a modellváltással, az mindenképp azoknál az egyetemeknél, akik tudtak élni azzal a rugalmassággal, azzal a teljesítményösztönzéssel, ami magának a teljesítményfinanszírozásunknak is a része, azok mind profitáltak ebből, és mind felismerték benne azt a lehetőséget, hogy tényleg nemzetközi szintéren láthatóvá váljanak, és látható eredményeket elérő egyetemeink legyenek. Mennyire itt végszóra, mennyire húzó erő ez a többi felsőoktatási intézmény számára, melyek lehet, hogy jelen pillanatban egy kicsit hátrébb sorolódtak, hogy egyre több magyar egyetem kerül be a legjobbak közé, hogy utánam srácok, hát azért menjünk mi is. Azt gondolom, hogy a teljes magyar felsőoktatásra egyébként ez ad egy minőségi pecsétet mindenféleképpen, és az is egy szép tendencia, hogy ugye a megfigyelői státuszba és egyre többen lépnek be, hiszen látják ennek az előnyeit, hogyha a rangsorokban jól szerepelnek, annak milyen hozzáadott értéke tud lenni. Államtitkár asszony, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.